Továbbképzést tervezünk a városban dolgozó óvodapedagógusnak, hiszen az új óvodai nevelés országos alapprogramjában az óvodás gyermekek új tevékenységeként jelölte meg az énekzene mellett a gyermektáncot, és úgy gondoltuk, hogy olyan szerencsés helyzetben van a kertvárosi óvoda, hogy mind a két tagintézményében dolgozik olyan óvodapedagógus, aki főiskolán végezte el a gyermektáncoktató szakot, és úgy gondoltuk, hogy ezen a területen tudnánk segíteni a városban dolgozó óvodapedagógus kollégáinknak. A továbbképzésen több mint 30 óvodapedagógus vett részt, akik először a házigazda kertvárosi óvoda apróságainak táncbemutatóját nézték meg. A mai napon a Molnár János díjas gyermektáncoktató Kósa Szilvia fog tartani a kollégáknak egy továbbképzést, ami két részből áll, két napon tartjuk ezt a képzést. A tartalma egymásra épülő, és a kollégák a végén megkapják mind a módszertani, mind pedig a zenei hanganyagot. Nagyon örülünkre, több mint 30-an fogadták el a meghívásunkat, és nem csak a városból, hanem érkezett kolléganő Virte Szőlősről is. Nagyon szeretik, egész nap táncolnak, táncra perdülnek, énekelnek, mondokáznak, ez a napjaiknak a része. Az óvónénik is nagyon szeretik, nem csak a néptáncot, hanem a történelmi társastáncot, reneszánsz táncot, de más népek táncait is, tehát a countrytól elkezdve elég széles az óvónénik táncrepertoárja, ugyanis van az óvónéniknek egy rögtönzött tánckara, és 6-7 műsorszám már van a tarsolyunkban. Én külön elvégeztem az ELTE-n egy gyermektáncoktatói képzést, egy két évest, ahol a Táncművészeti Főiskola és a Balettintézetnek a tanárai voltak a tanáraim, illetve a Magyar Népi, tehát a Magyar Állami Népi Együttesnek voltak a táncosai, a tanáraink, és ezen a képzésen belül kaptam ezt a képzést, amit én most a kolléganőknek továbbadok.